Sziasztok, Szemmel vagyok. És ez most itt egy vlog videó, amiben egy számomra nagyszerű hírt szeretnék közölni. Az pedig az, hogy elértem az 1000-es nézettség számot. Ezt nagyon szépen köszönöm, ugyanis sose gondoltam volna, hogy akár az 500-at elérem, nem, hogy az 1000-et. Az azért nem semmi. Jelenleg 1020-on áll a nézettség, és az összesített perc, amit néztetek a videóimban, egy nap 15 órát ír, pontosabban 2347 perc. Ez szerintem elég sok már. Ez az 1000 nézettség, 1020, ez 2012. október 9-e óta gyűlt össze. Nem gondoltam volna, hogy ennyire rövid idő alatt. Kicsit messzebbnek, távolabbinak gondoltam ezt a dolgot, és meglepő számomra, hogy miért pont azokat a videóimat nézitek, ami szerintem pont, hogy nem a legjobb. Mert első helyen az Offroad Racers van, na hát az szerintem pont nem a legjobbak közé tartozik, ráadásul az egyik leghosszabb is, majdnem 31 perces. A második a GTR 400, azt gondolom a City miatt. A harmadik meg a bemutatkozó videóm, hát bocsánat, el sem tudom, hogy miért került ide. De érthetetlen, hogy ez miért így alakult ki nálatok, illetve nálam, hogy pont így, ilyen arányban nézitek a videóimat. A top 10-ben még itt van az X-Blades is, a Sonic videó, ami alatt nem is beszélek, ugye? Lehet, hogy épp ez a jó. Az Andes stratégia, Warcraft 3 van, Pepito, meg kettő Warcraft 3 patches videó. Nézzük egy kicsit, hogy hely szerint, meg ilyesmi szerint. Hogy hogyan is néztétek meg a videóimat? Érdekes, mert arányaiban nem is az olyan keresések és megnézések száma van többségben, amit itt interneten, itt számítógépen néztek, hanem a telefonos megtekintések 33%-ban, tehát egy harmada az telefonról jött be a nézettségnek, 337. A második helyen a YouTube keresés, a keresőmezőbe írás eredménye, az 219 nézettség, 21,5%. Ez érdekes. És a YouTube ajánlások a harmadik helyen állnak. 170 nézettség, azaz 16,7%. Onnan nézte a videóimat. De egy többek között külső weboldal, akkor nézték a channelről, a csatornáról, összesen 101 megtekintés van közvetlenül a csatornán, úgyhogy ez is rengeteg. Akkor Google keresések alapján 34 megtekintés van, és egyéb YouTube YouTube találatok és vannak itt 18-as nézettséggel, valamint beépített lejátszó, tehát más weboldalba beépített lejátszóból is nézték, összesen 7 alkalommal a videóimat. Nekem ez rengetegnek számít, mert mi van itt még, mi alapján lehet nézni. Na nézzük, feliratkozók. Eddig összesen a maximum az a
vagyis hát 8 feliratkozom volt eddig összesen. Hármat vesztettem eddig, úgyhogy maradt 5 feliratkozó. Nekik köszönöm, hogy figyelnek. Lájkok és a diszlájkok aránya. Van 14 lájkom. A legtöbb lájkot a bemutatkozásom kapta, és a Pepito végjátszás. Viszont a diszlájkok között a GTR 400 és az Undead stratégia van. Hát igen, lehet, hogy nem a legjobbak, de... És felraktam, megcsináltam, és felraktam. Na lássuk, kedvencek között egy videó van, méghozzá a Postamánia szerencsésítés videóm. Ez érdekes, pont azt gondoltam, hogy az nem fog kerülni senkinek a kedvence közé, de mégis így lett. Kommentek. Hány komment érkezett? Összesen eddig 10 komment érkezett. 4 a bemutatkozó videón van, 3 a Pepitón, és szintén 3 a Postamánián, azonban ebben beleszámítja a... az én kommentjeimet is. Megosztások szerintem az nincs, nincs bizony. És... Jó, hát azt hiszem ez itt ennyi is. Hát igen. 1020 nézettség. Aki követ, annak köszönöm szépen. Bár érdekes, hogy 5 feliratkozót mutat nekem, mégis csak 3-at látok itt lelistázva. Nekik köszönöm. Mi van még, amit lehetne? Ja, hát igen. Most nem tudom, hogy milyen videóim lesznek igazából. Leforgattam egy Diablo 3 Starter Edition végjátszást, azonban technikai okok miatt ez nem sikerült túl jóra, úgyhogy újra fogom forgatni, és majd újrakom fel, és valószínű úgy lesz, hogy küldetésekre darabolom fel. Nem fogok közben megállni a videó közben, felvétel közben, hogy mit tudom, itt most vége, most kezdődik a másik, hanem megy így folyamatosan, így nem foglalkozok ilyesmivel, majd megvágom, és akkor mit tudom én, hogyha úgy jön ki, hogy előző videóból nem marad elég idő, és akkor úgy kell hirtelen lesötétítenem, akkor másikba egy kicsit vissza fogom állítani a... az időtartamot, hogy akkor az előzőből kezdődjön a következő, és így tovább. Igen. Diablo 2 végigjátszás is jó lenne, ugye ezt említettem már. Warcraft 3-ban már nem vagyok biztos, hogy lesz. Nem vagyok elég profi benne szerintem hozzá, de majd meglátjuk. Azt hiszem ez a videó most ennyi is lenne, most csak így hirtelen két műszak között. Így egy kicsit beugrottam egy videóra. Négyre, igen, vissza kell mennem, van még másfél órám. Az alatt lehet, hogy fel is megy ez a videó. Nos, köszönöm szépen, hogy eddig néztetek. Próbálom majd tartani ezt a színvonalat. Azoknak is köszönöm ezt a nézettség számot, akik véletlenül jöttek erre, és már vissza se néznek, vagy akik folyamatosan követnek, vagy csak néha-néha néznek fel csatornára. Hát... erről már nem igazán tudok más mondani szerintem. Szóval köszönöm az eddigi figyelmeteket, és hogyha esetleg tetszik valamelyik videó, akkor nyugodtan kommenteltek, mert hogyha valami nem tetszik, vagy éppen tetszik és azért, hogy tudjam, hogy miért tetszik, miért nem tetszik, és akkor úgy próbálom igazítani, hogy mindig megfelelő minőséget adjak. Igyekszek mindig hozni videókat.
Szerintem úgy lesz, hogy heti maximum 2, esetleg 3 videó. Nem akarok minden nap, mert én nem a mennyiségre hajtok, hanem a minőségre. Nos, köszönöm mindenkinek ezt az ezres, hihetetlen nézettség számot. Ha ezt még gyarapítjátok, akkor le a kalappal előttetek. Ugyanis, mint említettem, erre nem számítottam. Abszolút nem vettem számításba, hogy ilyesmi is lehet. Hogy az én videóimat ennyien, ennyiszer megnézik pontosabban. Mert ugye nem mindegy, hogy hányan nézik. Ez természetesen. De érdekes, hogy Ukrajnából, Szerbiából, sőt, Argentinában mindenhonnan nézik a videóimat, gondolom véletlenül ide tévedt látogatók, ugyanis, mint azt tudja, aki követ, hogy vannak olyan videóim, aminek teljesen angol neveket adtam, pontosan ezért, mert ugye magyar ember is tudja a helyzetet, meg van olyan, ahol nincs értelme átírni magyarra, ugyanis így hangzik sokkal jobban. Gameplayt minek írjam át, értitek? Végjátszást, ez is, hát jó, azt magyarul írtam, Pepitónál is például. Szóval, köszönöm a figyelmeteket, ez nekem rendkívül jól esik, hogy becsülitek a munkámat legalább, és hát végül is a magam szórakoztatására is készítem ezeket a videókat, meg nektek is, úgyhogy ezzel hozzáértem a forró lámpához, nincsen búrája. Ez fájt, éget. Kell nekem itt hadonászni. Szóval, hol tartottam? Na mindegy. Köszönöm a figyelmeteket. Ennyi lett volna ez a videó. Majd nem tudom, mi lesz a következő. Lehet, hogy valami sorozatot csinálok. Fogalmam sincs még. És igyekszem a technikákat fejleszteni, kicsit talán a repertoárt is, felvétel például jó lenne kamera, ugye, megfelelő világítás, mert az soha nincs. Most is egy oldalról világ, de nincs másik lámpa, hogy ezt ellensúlyoz, és akkor két oldalról is sztereóval világít, és nem tudom ezt megoldani. Hát az asztalnál volt talán jó, de ott meg kisütötte a szememet. Hátulról nem volt jó a fény, ablaktól hiába jött a fény, el se ért szinte a laptop webcamjáig, úgyhogy ennyi. No, most már tényleg ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!